A koronavírus elleni oltás beadására válnak ennek a tiszavasvári szociális központnak a lakói. Az oltási termnek megfelelően az egészségügyi dolgozók után 3 hete már az ilyen intézményekben és az idős otthonokban élőket és dolgozókat oltják. Azért őket, mert a nagy és zárt közösségekben nagyobb a veszélynek való kitettség. Most lesz egy pici szúrás, jó? A következő napokban a megye minden ilyen, összesen 148 intézményébe eljutnak a szakemberek, ahol 5600 ember kapja meg a vakcinát. A munkát a Megyei Védelmi Bizottság koordinálja, az ilyen szervezetekre alapozva országszerte létrehozták a megyei oltási munkacsoportokat. Gyakorlatilag ez az a munkacsoport, aki szervezi ezt a munkát, és a munkának a végrehajtásának a dandárja a megye kórházaira esik, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakra, Nyíregyházára, Kisvárdára és nyilván a tagintézményekre, és ezek az intézmények, az itt dolgozó orvosok, asszisztensek, kollégák azok, akik az oltásban részt vesznek, és ők is szervezik meg azt, hogy melyik napokon, hol és mikor fognak megjelenni. Az alapos szervezés követően csütörtökön 9 oltócsoport kelt útra, amelyek a megye különböző pontjain adják be a vakcinát. Az igényekhez mérten a folytatásban akár új csoportokat is létrehozhatnak. Egy ilyen tímben egy orvos, 2 asszisztens és egy adminisztrációs munkatárs kap helyet. Munkájukat azonban az intézményekben dolgozók is nagyban megkönnyíthetik. Nagyon fontos az, hogy az intézményben a dokumentáció elő legyen készítve, amiben a helyi dolgozóknak és az intézmény orvosának is komoly szerepe van. Köztudomásúan egy kérdőívet kell kitölteni minden oltott személlyel kapcsolatban, és ebben tényleg nagyon nagy segítség az, hogyha ezt előre elkészítik. Úgyhogy amikor mi egy ilyen előkészített helyzetbe odaérkezünk ezzel a csapattal, akkor ez nagyon gyorsan zajlik ez az oltás, úgyhogy valóban reális az, hogy ezt az több mint 5000 oltást elvégezzük most az elkövetkezendő napokban. Ahogy több más településen, úgy Tiszavasváriban is azt tapasztalták, hogy noha eleinte nagy volt a bizonytalanság az oltást illetően, végül sokan kérték a vakcina beadását mind a lakók, mind a dolgozók körében.